Sziasztok! Szép estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és folytatjuk az Until Dawn-t. Pici késéssel, ahogy észre is vettétek, éppen csak beestem, mert mindennel is elcsúsztam, de mindegy, itt vagyok, úgyhogy folytatjuk, és ha minden igaz, akkor be is fejezzük ma este az Until Dawn-t. Hát két fejezet van hátra, úgyhogy nincs más. Tényleg a végkifejletre vagyok kíváncsi, hogy ki marad életben, ki a gyilkos, meg hasonlók. Sziasztok, szép estét! Sejt Adri, köszi, de ne, semmiképpen se vegyél szobot a botnak. Majd én giftelek egyet, mert abból nem lehet probléma. Ja. Úgyhogy szép estét nektek is. Én azt mondom, hogy akkor vágjunk is bele. Ugye ott hagytuk abba, hogy nem halt meg talán senki. Meg ugye kiderült, hogy Josh prankel, de aztán... na mindegy. Nem nevermind, ha vége, akkor vége a streamnek, mert... ennyi. Na menjünk, nézzük. Hogy hol hagytuk abba. It's not so good up there right now. He's gone. We're too late. Shh, quiet. Wait. Don't move. Holy shit! What the fuck? What are you looking for? Another way out. Mike, there's no key for the cable car. Josh. He's gotta have it. Jó, a lángszoros pasas meghalt. Na, de hát most... It may have taken him down to the mine. De nem főszereplő ilyen értelemben. It's horrible. You've been a cave-in in the 50s, I guess, and these miners got trapped down there. What is that? Huh? This is the safe room, M! Please. Fuck, I can't do this. Oh my God. You did the right thing. Keep an eye on her. I'll be back soon. Na, igen, és akkor itt vagyunk most, nem is tudom, hogy mit akarunk itt pontosan. Keressük Josh-t talán? Ilyenkor főzöl húslevest. Az éjszaka közepén. Ez így a... Már egy ideje fő. Ez a bányának ilyen felső része. Körülnézünk, de hát nem nagyon van itt semmi. Úgyhogy akkor megyünk tovább. Ja, éjszakai bagoly vagy, úgy akkor értem. Ismerős ez a hely, mintha már itt lettünk volna, vagy? Nem biztos, csak olyan ismerős. Ó. Csak nem egy totem. Ó, egy fekete totem. Na, próbáljuk meg újra. Hát ez fake news. Oké. Lehet, igen. Lehet, hogy egy bogarat találtunk. Oké, itt egy kép, talán? Igen, megint egy kép a bányászokról. Igen.
Jó. The Miracle Man. Oké, megyünk tovább. Jó. Körbe is értünk. Hát igen, ez mintha ilyen, ugye a bányának ilyen iroda része lenne. Nagyon ilyen irodásnak tűnik. Holy shit. Holy shit, mi? What happened to the wolves? Ó, tényleg, itt voltak a farkasok. Akinek adtunk kaját is. Jó, ezt láttuk. Ugye itt, hogy valami ilyen nyomozást folytatott ez a fickó. Kijönnék, köszönöm. Hát azt nem tudom, hogy a lángszórós volt-e vagy ki. Ja, erre is tudunk jönni. Oké, itt a szivar. Oké, így már rémlik. Vegyük el a szivarját. Nem lehet elvenni a szivarját. De be lehet jönni. Mondjuk érdekes, hogy miért van így berácsozva minden. Lehet, hogy ő rácsozta be a szörnyék ellen. Tehát a vendégok ellen. Ó, még egy kló, remélem ez nem lesz bugos. Piros. Danger. Ez egy veszélyre figyelmeztet. Igen, egy vendégoink megtámadott minket ebben a hát figyelmeztetésben. Ezek sírkövek. Ezek a bányászok szerintem. Mert mindegyik ugyanakkor halt meg 52. február 24-én. Ebből mondjuk olyan sok minden nem derült ki, de megnéztük. Ide be lehet-e jönni? Mint ott lenne egy lakat. Na, igen, az le van lakatolva. Hát vagy vele találunk kulcsot, vagy akkor oda nem megyünk be. Oké. Jó, arra nem volt semmi, úgyhogy jöhetünk erre. De merre? Arra a lépcsőn. Tényleg nem pontosan tudom, hogy hova megyünk most. Az ilyen erős tipp, hogy Josh-t keressük, de miért itt keresnénk Josh-t? Nem tudom, hogy itt fönt van-e valami. Ó, itt egy rés. De le tudunk ugrani. Majd hogy jövünk vissza? Ja, ki lehet nyitni. Itt van valami. Egy refűrészelt csövű. Meg egy ilyen... fákjának való. Igen,
Ez... Ez mindenképp jól fog jönni. Jó, és akkor itt más nincs. Mehetünk. Jó. És akkor merre tovább? Most ezen gondolkodok, hogy... Visszafele. Visszafele nem volt alternatív út szerintem. Arra nem tudunk menni. Szerintem erre se tudunk menni. Nem. Hát akkor... Akkor visszafele. Kizárásos alapon. Ja. Ez le van lakatolva. Jó. Ez furcsa. Hát majd letesszük, ha tölteni kell, akkor... Lőni kell, akkor valószínűleg úgyis eldobom a fákját. Gondolom. Én eldobnám. Nagyon furcsa, hogy most vissza fel kell menni. Lehet, biztos, hogy nem lehetett arra tovább. Mindegy, jövünk akkor visszafele. Se lehet sehova menni. Vagy valamit nem vettünk észre. Ott ki a... Keresztek felé se lehetett menni tovább. Így se lehetett menni. Ja, itt meg már itt vagyunk az ajtónál. Akkor csak nem vissza fel kellett jönni. Arra nem lehet. Itt se lehet sem erre, csak föl a lépcsőn. Így van. Körbe mentünk. Itt is csak erre tovább lehet jönni. Itt is csak erre. Jó. Itt volt a fegyver. Itt volt ez a térkép. Ide nem is tudom, hogy be lehet-e jönni. Nem. Az zárva van. Ugye föntről tudtunk beugrani a fegyverért, meg a fákjáért. Jó, ide nem lehet bemenni. Ez le van lakatolva. Hát, ha csak nem lelövi... oké. Okay. Jó, hát... Akkor megyünk így. Oh. A kutyó. Milyen jó, hogy vittünk neki csontot. Dogó. Alright, pal. You're coming with me. Alright.
Here's the plan. I happen to see a map of this place, so we're not flying blind. There should be a way through the psychiatric wing that'll take us right outside the mine. Think you can handle that? Couldn't have said it better myself. Oh. Attaboy. Na, akkor ő segít nekünk? Hát, ennél jobb utitás nem is kell. Jó, hogy összebarátkoztunk vele. Hát húzzuk meg. Jó, ezt már kézzel ki... Ja, de át is férünk. Ugye shotgunnal kézbe kell mindenképp kifeszíteni. Jó, megyünk tovább. Jó, hát a bányába akar eljutni, azt mondta, hogy biztos, hogy innen a szanatóriumból van valahova egy út, van egy út a bányához. Na, itt merre kell menni? Itt egy papír. Mi ez? Blackwood szanatórium jelentés. Oké, 5 nappal ezelőtt utalták be őket ide a Blackwoodba, tehát a pácienseket. Többféle tesztet elvégeztünk, pszichológiait és fiziológiait, igen. Érdekes eredményre jutottunk. Oké. D-vitamin hiány, pelort azt nem tudom mi. Valamilyen sápadt bőr dispigmentation. Hát sápadtak voltak. Social dysfunction. Oké. Jó, erőszakosak. Oké, tehát a várt tünetek, de tehát olyan tünetek, amik végül nem következtek be, ez a alultápláltság. Oké. Frostbite, fagyási sérülések. Oké, reflex vizsgálat nagyjából a megfelelő határértéken. Jó, hát megfigyelés javasolt. Ja. Hát erőszakosak voltak, ez az, ami biztos. Mi a... Puh, az igen. Jó szétszedte azt a medvét. Oh,
Nem, valami kitört. Jó, lehet, hogy az egyik... hát ilyen itteni páciens alakult, tehát vendigóvá. Engedjenek ki. Éhezünk, megfagyunk. Megfizettek ezért. Hagyjátok abba a kísérletezést. Oké, segít Adrik össze a tippet. Mászik. Akkor a farkaskoma nem fog nekünk segíteni, úgy érzem. Oké, itt egy... Hát, vagy lehet. Nagyon morog. B-szárny. Eljünk erre. Hát ha találunk totemet. Ó, itt van egy kis mozigép. Ó, itt van, hogy kísérleteznek velük, így le vannak kötözve a székhez. Ó, és el is oldozta magát. Ó, ő alakult át. A nővér keresi, hogy hol van. Hát igen. Mondhatjuk, hogy karma, igen. Na jó, hát menjünk tovább. Jó estét, Kambli, szia, szia. Nem tudom, erre van-e még valami. Doctor's office. Valami van. A fiók. És egy papír. Orvosi vizsgát titkosított. Ez nekem kínaiul van. Mindenféle tünetek. 9. nap. Hú, itt már nem néz ki olyan jól. Ha csak a fotót nézzük, már az is elég. Ah, igen. This is hot sauce Christmas cake. This is fucking unbelievable. Nem néz ki jól. Igen, ő változott át. Hát ez mi? Mint egy ilyen kis rejtett... Hát menjünk be. Mi baj lehet? Ó, ez a doki. Sorry, Hulk. A
elolvasnám, ha lehet. Aha, they are dying outside. Oké, okay, hát lehet, hogy akkor ez a doki. Fene se tudja. Vagy így a bányának valami akárki. Jó, tehát az volt a levélben, hogy ezt érdemli, amiért gonoszkodott. Tehát ez a sorsa. Oké. Hát, menjünk tovább. Mert várom a találkozást ezzel a vendigóval. Farkaskom az érzi, hogy valami nincs rendben. Na. Mi a helyzet? Nem jössz? Menjek én előre, mi? Tudtam meggyújtani. Tök mindegy. Ez baj. Pofán lőttük. Nem tudom, hogy ér-e valamit. Szerintem semmit. A fákját sajnálom. Jó, ez... Én meg sem mozdultam. Oh shit. Csak bemozdult a kontroller, pedig... Na mindegy. Na milyen jó, hogy itt volt velünk a dogi. A rács mögött most minek lőjek rá? Ó, hogy ott ennyi van! Hát ez az, hogy limitált a... Ez baj!
Semmi baj. Lehet, hogy a gondnok ide gyűjtögette ezeket a vendigókat. Jaja. Láncon vannak. Amíg a rács mögött van... Hát igen, az már nem a rács mögött van. Messze van még nagyon. Oké. Szegény dugó. Shit. Hát, szegény farkaskumának reszeltek. Ez szomorú, mert... Hát több abból is. Hát, teljesen nyugodtan elhúztuk az állat, persze. Semmi, és itt most meg sétálgatunk. Semmi probléma. Na mindegy, szóval... Farkaskumát sajnál, mert nagy segítség volt. Megint így zörög valahol. Aha, hát igen, ez a pszichiátria, akkor ezek szerint. Az eddig bejött. Elbarikádozni egy ilyen omladozó épületbe egy ajtót, talán másik utat szerintem. Hova? Azok ilyen hordók. Igen, azok hordók voltak határozottan. És meghalt... és a lelke. A lelke kiszabadult. Jó. Ez most jó, hogy így alakult. Jessica. Jessica, igen. Akkor csak nem halt meg. Kicsit lezuhant, de hát Istenem. Vagy... Igen, ez az, aki lezuhant. Ha jól emlékszem, rég volt már. Come on, guys, hurry up! We gotta find Mike. Come on. Hey. Ezek most elindultak Mike után? I think maybe you should go on without me.
No, Chris, we are not leaving you. We're sticking together. Mike will just have to wait. De ennek most mi baja van, hogy nem tud jönni? Ja, a Shantit. Jó van. Hát most istenem. 30 vendégó lelket, de mind meghalt akkor? Elég nagy robbanás volt. Lehet, hogy minden lélek kiszabadult. Hopp. De be lehet jönni. Na lássuk. Valakit megszállt az a lélek. Mint hogyha Josh lett volna. Igen, eltüzeltük, de mindet? Akkor vagy csak azt az egyet? Mert ugye... az nem derült ki. Egy biztos, hogy... ki szabadult. Keresünk egy másik utat. Hát majd lehet, hogy arra lefele kell menni. Choices here. A csatorna. Sima ügy. Na gyerünk. Okay, this is maybe the last place I would want to be right now. So who's going first? After you. Inkább a gázt égeted, mint a vendégót? Hát lehet, hogy a húsleves is hamarabb megfő rajta. It's not so bad. You think this is the tunnel to the sanatorium? Of course it is. Where else would it go? Hát hogy azt mondja, hova máshova menne? Hát nem tudom. Akárhova. Hát most nem tudom, ilyen csatornák vagy alagutak. Chris, I know you're hurt, but you gotta move it, all right? I'm trying, Ash. Na ne rinyáljál, hanem haladjál. Hey, we should close this, right? I mean, what if something's following us? Yes, fine, close it. But we gotta keep moving. Can you just catch up, please? Yeah. Nem, mintha más nem tudná kinyitni, de így legalább nem egyértelmű, hogy arra mentek. Jó. Oké, mehetünk. Azért jó, elhaladtak. Itt hagytak minket. Lehet, hogy itt van lent. Hát nézzük már meg. Valamiért mutatták ott a jelenet elején Jessica-t, szóval... Jessica.
Hát oké, okay, tudja imitálni az embereket, de... Már... Azt hova a... Csöcsbe kéne menni? Hát itt nem lehet menni sem erre. Ó, oh, de... Jó, csak nem láttam. Hogy ő az. Shit. Hát nem ő volt. Hát na jó. Igen. Csak ott az elején... Szomorú. Are you serious? Get back to the lodge. Shouldn't we stick together? Sam. I'm sorry. I have to get Mike. With you or without you? Just make it back, okay? Okay. Kisportolt. De ennek... Na mindegy. Ennek nem sok értelme van. Itt meg nincs semmi. Jó. Aha. Itt le lehet ugrani. Itt lehet fölfele menni a lépcsőn. Meg még ott volt valami a végén, azt megnézem. Lehet, hogy itt egy clue van. Mi ez? Ja, itt csak át lehet oda nézni. Menjünk a lépcső fele. Semmi baj. What's that?
Nem tudom, miért ugrottunk át. Remek. Biztos nem jó fele jövök megint. Sikerélmény az kell. Bunkers, igen. Define all right. Alive, for a start. Yeah, yeah, life's good. Yeah. The hell are you doing here anyway? I was gonna warn you about the Wendigos. I think I got it. Let's find a way down to where this fucker lives. Kész is a levesed? Hát jó étvágyat hozzá. Mike, there's no key for the cable car. Josh, he's gotta have it. No, he's gone. We're too late. Shh, quiet. It may have taken him down to the mine. Wait, don't move. Holy shit, what the fuck? I'm gonna get that key right from that thing's goddamn bedroom, and then I'm gonna get us all the hell out of here. Holy shit! Hey! Whoa! Let's find a way down to where this fucker lives. Lehet, hogy csak föltette oda a puskát, na. Nem akarta a földre tenni. A doki se néz ki jól. I wonder how much these sessions are of any help to you now. Just won't listen to me and things seems pretty fucked up. Mondhatjuk úgy is. So I'm gonna leave you now, Josh. It's time you learn. There's more to be afraid of that can be dreamt up by the unhinged imagination of a self-indulgent, spoiled little brat. You had so many people who cared about you, who were willing to help, but at every turn you choose to push them away, and now you're all alone. But by the sounds of things, it won't be alone for long. No, you won't be alone for long. Deep breaths, Josh. Deep breath. Okay. Hát itt vagyunk Joshal. I trust you.
I trust you. Josh nincs jó állapotban. Azt határozottan megállapíthatjuk. Na jó, hát... Beth, hello! You're all alone down there. All alone. But you're with us now. Family. Get away from me! Együtt a család. Why didn't you save us, Josh? Why did you want us to die? I didn't want you to die. I swear. Mi a... Acolca. Okay. Reggel 6 óra van. Tehát valahol itt van a fészke. Igen, de miért akarunk a fészkéhez menni egyébként? Oh. Ez valakinek a Bessnek az órája. Akkor ez lehet, hogy ő konkrétan. Oh God, my kid, this is Beth. This is her watch. What? Let me see. Look, there was a cross here. So this is where she was buried. But who dug her up? Let's keep moving. Okay. Oh, ott egy totem. Egy fehér színű. Hát ez a ház, ez ég. Tehát szerencse totem. Gyújtjuk fel a házat. Hideg a víz. Wait a minute, I thought you reached the deepest part.
Well, I didn't say that. It was okay. Meaning, like, there weren't any sharks or anything in here. Sharks? Great. Thank you. Arra mi van? Ah, ki lehet jönni erre? De persze lehet, hogy itt sincs semmi. Hát, ha valami nyomot találunk. A kisugom halott, a zuhanás ölte meg. Ő eltörte a lábát. És... Ah, igen. Hát valaki hátha jön. Nagyon éhes. Fölvette Beth pulcsiját. Most már jobban érzi magát. I'm sorry, Beth. I have no choice. It's the only way I can survive anymore. If someone finds this, I'm sorry. I had to. I had no choice. What does it mean? Jesus. Hát igen. Ó, igen, és akkor ő is elkezdett átalakulni. Itt írja, hogy leestek a körmei, meg már nem fázik. Nem fáj semmije, egyre erősebb. Oké, akkor ezek szerint ő is átváltozott. Oké, akkor lassan összeáll a kép, hogy mi történt. Menjünk tovább. Kintoljunk a vízből. Oké, csak azon az ajtón lehet tovább menni. És itt vissza tudunk menni, ha akarunk. Na nézzük. Fejek. Oh, hello. You see that? Yeah. Bodies. Yeah. Az élés kamera. Josh? You can't tell me what to do.
You can't Josh? Tell me what to do Buddy. Anymore. You can't tell Josh, me Josh nagyon nincs jól. Oh, okay. Okay. I trust you. I trust you. I trust you. He's tripping or something. Josh! Mike. Boo. Josh! Hey, man. Don't hit me, please, please. Well, you were deep in it, man. Full mental jacket. We didn't think we'd get you back. Josh, Hannah was down here for weeks, a month. She dug Beth up. Sam. Mike. Hey, let's just get the fuck out of here. Okay. Josh, do you have the key for the cable car? Yeah. See that over there? That means there's a direct way out. Come on. Hát na jó, de repülni nem tudunk. Okay. If you help me up, I can go back to tell the others we're okay. Yeah. Yeah, good. Hát de... You bring Josh back the way we came and we'll all meet at the lodge. Be careful. Yeah, you do. Jó, akkor ők visszamennek. Alright, let's go. You fucked up, son of a bitch. Na gyere, te gyökér! Hello, stopsoros! Szia, szia! Cheat code-dal lehet repülni. You didn't have to hit me so much, man. I'm sorry about before, man. I thought you killed Jess. I was wrong. Na, ez is sándikál. Megnézzük ezt a totemet. Egy fehér színű. Jaj, nem ezt akartam. Ha. Ülünk egy széken, és jött velünk szembe egy Wendigo. Hát gondolom az lesz itt a feladat, hogy ne mozogjunk. Gondolom. Egy ilyen szerencse totem volt. Hát ha azzal lesz szerencsénk, hogy nem mozgunk. És akkor így visszafele. Aha, hát de itt van a Wendigo a tóba. Vagy valahol. Ennek nem lesz jó vége. Na mindegy, haladjunk. Ez Hannah. Na ez meg itt jó összefosta magát. Na hát akkor Hannah megkerült végül is, ha azt vesszük. Na, Jessica. Rég találkoztunk.
Oké, nem erre kell jönni. De akkor merre? Aha. Hát ő sincs jó bőrbe, maradjunk annyiba. Újabb fehér totem. Hát itt valaki kigyulladt. Nem mindig van sok haszna ennek, ezeknek a totemeknek, de nem mindig próbálom fejbe tartani. Hát ha úgy alakul a dolog és tudjuk hasznosítani. Ilyen állapotba futni. Próbáljunk meg elbújni, hátha segít. Igen, ha nem mozgok, nem lát. De igen, nem valami atletikus jelen állapotában. Breakthrough. Na jó, és akkor? Kint vagyunk alapvetően. Tehát Jesse-el már kint voltunk. Jó, Szemét hegymászik. Ha gyerünk. Jump. De hogy jump? Climb. Climb. Ilyen sportos, igen, jóga nadrág, vagy hát ilyen sport nadrág, nem tudom mi ez. Itt is két fele lehetett menni. Nem tudom miért erre jöttünk. Megint két fele lehet menni. Vagy ez csak, ilyen, oké. Lehet itt pont... El lehetett volna menni a másik irányba is, na mindegy. Nem tudom, stop soros, hogy mindig ugyanaz a sequence. Ilyen quick time eventbe. Nem tudom. Ó, igen. Egy kedves kis tó. Oda kell átjutni.
Menjünk. Semmi baj. Jó. Hát visszajutottunk ide, de... Itt még csak... Itt ide... Ó, futni kell, nagyon jó. Zárta be az ajtót. Tényleg nagyon szarul néz ki. Beütjük. De ide nem tud bejönni a szörny, vagy mi? Rossz bőrben van ez a fickó. Gyanús ez nekem. Jó, hát körbenézünk. Hát szerintem itt ugyanazokat tudjuk megnézni. Igen, a fotó. Zárva van. És így megjelenik mögöttem. Nem tudom, a pincébe kéne lemennünk? Jól hallottam. Mondjuk erre nem a pince van, az biztos. Ez szerintem a üzenetrögzítő. Lenne látnék is valamit. Az segítene. De ennél lentebb... nem is tudom, itt tudunk menni. Mintha basementet volna, mondta volna, hogy oda kell lemenni. Mindig lemegyünk, aztán meglátjuk. Nem tudom, miért mennénk oda amúgy. Nem tudom, miért csuktam be az ajtót. Na miért is ne? Ezt mindenki ott állt. Shit. Ja, hogy ezért. Oké. Okay. Don't fucking move a muscle.
Ezek összekaptak valami. Hú, ott jön a gáz. Az nem jó. Bár mondjuk... Na jó, csak előbb ki kéne menni. Nem? Vagy... Simán elég lett volna csak, ha felkapcsolod a villanyt. Na, a kapcsoló is. Switch. Mondjuk ezzel megöltük a barátainkat, az a helyzet. Ha most így jobban belegondolok. De páran túléltük. Igen, még ott várni kellett volna a kapcsolóval. Ja, mondjuk lehet, hogy ha megvárom, amíg ők is kimennek, addig... Igen, ez... Hát mindegy, így alakult. Na, hát ha itt megtudjuk, hogy mi történt velük. Nem. Ja, itt csak a halálok, jó. Járt érte, Trophy? Akkor... sima ügy. Igen, ők, akik meghaltak akkor. Hát egész sokan. The old man, I don't know how to describe him. I mean, you said you thought he was stalking you at first. Did anyone else in your group think that? Well, yeah. Is it possible they could have killed him? What? No. No, you don't understand. Don't you understand? And if he attacked you? He saved my life. And I watched him die. How did you end up in the mines? I was... carried and taken and... Hogy Jessica az túlélte. I don't know. I thought we were close. After his sister's disappeared, he'd come and talk to me. He said I was the only one who understood him. I thought we had a connection. If you need someone to talk to, I'm fine. Sometimes. After a traumatic experience. I said I'm fine. Mike. What do you remember? He came for me. He did. Came for you? Where is he? Did he make it? It was my fault Mike died. I wasn't supposed to move. But I did. And he saved me. So it's my fault that he died. Hát igen. You need to listen to me. I don't care if you believe me or not. It doesn't matter because you will. You need to go down to the mines. What's in the mines, Sam? I've seen what's down there. And
not give anything to unsee it. Oké. Na, hát akkor úgy tűnik, hogy a végére is értünk. Ja. Úgyhogy ezt még nyilván megvárjuk. Hát alapvetően egy jó játék. Mármint játékként tényleg jó, és tényleg egy nagyon jó horror játék. Nyilván a plot az olyan, amilyen igazából tényleg ilyen tini horror. Szóval, ja, semmi különös, de igen, tényleg mondhatjuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játék. Nem azt mondom, hogy nekem olyan különösen nagyon tetszett, mert azért annyira nem, de voltak gyenge pontok, főleg így a párbeszédek, meg így a tudom én terén, de nyilván nem is erről szólt az a játék, ez inkább így ilyen, mondom így a döntések, meg annak a kimenetele. Technikailag szerintem teljesen rendben volt, főleg ahhoz képest, hogy mikori, tényleg egy nagyon jól összerakott játék. Én különösebb hibát nem is találtam benne, az egy totem, ami nem akart semmiképp sem beindulni, de hát mindegy, ez van. Na, minden esetre köszönöm, hogy kértétek, azt meg végképp köszönöm, hogy így közösen végignéztük, hogy itt voltatok ti is. Én alapvetően élveztem, szerintem mindenképp megérte vele játszani. Na, és akkor a következő lehetne nem horrorjáték. A következő biztosan nem horrorjáték lesz, ugyanis amit már régóta pótolnunk kell, az a... picit lehalkítom már. Igen, csak a zene az... hogy... amit már régóta ígérek, ugye a Tell Me Why, ugye el is kezdtük, és azt valószínű előről is kezdjük, mert hogy már nem is emlékszem, hogy mi a plot, úgyhogy... a következő ilyen az a Tell Me Why lesz, azt tényleg azt megnézzük, végigjátsszuk. Hogy utána mi lesz, az egy nagyon jó kérdés. Pontosan még nem döntöttem el, bár mintha én írtam volna magamnak egy listát. Aha, hát igen. Meglátjuk, hogy hogyan haladunk, mert ugye március elején? Fú, ezt meg kell néznem. Március 3-án jön a Last of Us PC-re, és azt mindenképpen végig fogjuk játszani. Én a PC-s verzióra nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. De addig van, hát egy hónap körülbelül, és hát addig, hát majd meglátjuk, hogy a sorozat meddig forogja ki magát. Nem is emlékszem, hogy hát igen, mondjuk nem is nagyon olvastam utána, hogy hány részre tervezik az első évadot. Ilyen sedítadri zombis, de az nem ilyen ijesztő zombis, annak nem az a lényege. Az egy teljesen más, meg ott majd a part 2 lesz az igazán ütős. A part 1 is nagyon jó, tehát az első rész, de a második az, ami igazán odaüt. Szóval addig nyilván egy két játék szerintem belefér, már ugye a Tell Me Why mellett szerintem ebbe az egy hónapba, hát még lehet, hogy kettő is, majd meglátjuk. Kétetek játékot, meg itt is látjátok, hogy mi. Nem, hidd el, Sedit Adri, nem ijesztős. Vannak olyan részek, ahol, tehát inkább agyalós, abban jumpscare-ek nem is tudom, hogy vannak-e. Én nem is emlékszem, hogy olyan nagy ijegység lett volna. Inkább ott agyalni kell, hogy merre kell menni, meg milyen eszközöket használsz, meg ilyesmi, de különösebben nem ijesztő. Nyomasztó, de nem ijesztő. És akkor nézem, hogy itt kértétek, hogy... Mit kértetek? Azt mondja, a Rózsaszín Párduc kalandjai. Érdekes. Witcher 1-2. Na, egy Witcher 1 szinkronos, az mindenképp... Hát ott nem fogok várni a remake-re, mert az még lehet, hogy olyan
20-25 év, mire kijön, ismerve a CDPR-t. Bár nem ők fejlesztik talán a remake-et, csak kiadják. Úgyhogy lehet, hogy akkor egy Witcher 1-2-t megnézünk. Meglátjuk. Jó, amúgy a sorozatot nézem, a Last of Us-t, eddig nekem nagyon tetszik, a hangulat nagyon jó, és szerintem az író kiéli azt, amit az első részben nem mert beletenni, mert akkor még nem nagyon lehetett, szóval szerintem jó. Egyelőre legalábbis a környezet úgy nagyon jól néz ki. Meglátjuk, még nem akarok feltétlenül ítéletet mondani, mert még van jó néhány rész a első évadból, szóval majd utána. Hát Ellie ilyen, mármint hogy nem Ellie, hanem ez a színésznő, ez ilyen. Vagy színész pontosabban, mert na mindig, tehát ez a színész, aki Ellie-t alakítja, ez ilyen. De nem alakítja rosszul. Én nekem az első benyomásom az volt, hogy egy pár éve idősebb, mint a játékbeli Ellie, de ennek nyilván technikai oka van már olyan értelemben, hogy szerintem a 14 év alatti színészek szarok. Mert gyerekek nem tudnak színészkedni. De mindegy, ebben most nem menjünk bele. Na lássuk, mi van még itt. Ez kicsoda. Csak nem Josh. Vagy Hannah falatozik? Nem, ez Josh. Oké. Na, hát akkor... akkor én tényleg megköszönöm a figyelmet. Ma már akkor ennyi lett volna. Akkor ez a játék is kész, és akkor szombaton pedig folytatjuk a Demon's Souls-t. Megyünk egy új világba, és ha minden jól megy, megszerzünk egy nagy kardot. Ha minden jól megy. De azért még olvasgatok egy kicsit, aztán meglátjuk, hogy pontosan mi lesz. Jó? Szombaton, ha minden igaz, 8-tól, esetleg egy pici csúszás az elképzelhető, de majd írok Discordon. Jó? Szóval, hogyha nem 8-kor kezdődik, akkor 8:30-kor vagy ilyesmi. Jó? De mindenképp lesz este stream. Na, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem együtt végignéztétek az Until Dawn-t. Én kívánok nektek további kellemes estét és további kellemes hetet. Sziasztok!